Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmával. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el, megemlékezésünk kezdetén. Isten egybegyűltek, kedves testvérek, Isten igéjét hadd olvassam, és néhány gondolatokat osszak meg a jelenlévőkkel, bátorításként, biztatásként. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, az első részből, 9 és 10. versekből eképpen szól az ige. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ő megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Egy olyan ünnepe a március 15-e, ami nemzetünknek, amelyre azt hiszem, hogy minden magyar, országhatáron innen is túl büszkén tekint erre a mai napra, erre az ünnepre. Büszkén emlékezünk a mi elődeinkre, akik a szabadságukért álltak ki, harcoltak, adták az életüket, akik szembe mertek állni az elnyomással, a megaláztatással, szembe mertek nézni a helyzetükkel, és rámertek világítani abban az időben arra a helyzetre, arra az állapotra, amiben akkor élt a társadalom, a magyar nemzetünk, ami nem egy könnyű, nem egy szép helyzet volt. Pál apostol arról ír, hogy Isten a javunkra tudja fordítani még a megpróbáltatásokat, a nehéz helyzeteket is. Mindaz, ami bennünk ér, ami velünk történik, akár pozitív, akár negatív legyen az, abból ha megállunk, elgondolkodunk az Isten jelenlétében, akkor erőt tudunk meríteni, tanulni tudunk belőle, és újra tudunk indulni. Mit üzen nekünk 1848? Röviden annyit hadd mondjak, azt üzeni, hogy ne törődjünk bele. Ne törődj bele abba, ami fáj, abba, ami rosszul esik, abba, amikor megaláznak. Ne törődj bele, hanem reménykedj és bíz Isten szabadításába. Tudj föltekinteni, fölfelé nézni, akkor, amikor a személyes életedben, vagy akár a nemzetünk életében nem úgy alakulnak, vagy a világ életében nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. De hisszük, hogy a végső döntés az életünk felől, a nemzetünk felől ott az Isten kezében van, a legjobb helyen van. Benne reménykedjünk az ő szabadítását, kérjük, azért imádkozzunk, és ebben erősítse meg a mi Urunk, hogy tőle jön a szabadulás is. Azt mondja a Pál apostol, mi elszántuk magunkat akár a halálra is, hogy ne önmagunkban bízzunk,
hanem egyedül Istenben. Övé legyen a hála, dicsőség ezen a mai napon, ami megemlékezésünkön is. Amen. Pedig átadom a szót a Klapka György Általános Iskola növendékeinek, tanárainak, fogadjuk az ő ünnepi műsorukat szeretettel. Minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénynél vagyok. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma szívünkbe szólja. Ó, akkor egykor ifjú jókai és lángoló petőfi szavaz engedt. Bokárdal engedt és zászló lobogott. Költő kérdett és felelt a nemzet. Ma nem tört el bilincset és börtönajtót lelkeste meg, de munkadara harsog. Szépség, igazság lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezni mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely felrásztad a szúnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új reménynek ibolyáit fontolt. Új nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fejt, údáj, új virágot. Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak kell kemenni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Megkérjük a tisztelt jelenlévőket, hogy a templom falán lévő Kossuth és Petőfi emléktáblának a megkoszorúzásához vonuljunk át ide a hátsó útra. Kérem, hogy az emlékezés koszorúit a következő sorrendben tegyék el a jelenlévők.
Nyíregyháza város önkormányzata. KDNP. Klapka György általános iskola. Damjanics János általános iskola. Nyisaszeg Múzeum barátok köre. Határon túli magyar emlékhelyekért alapítvány. Nyisaszegi művelődési ház és múzeumi kiállítóhely, valamint helyi értékpár bizottság. Nyergedett, de nyergedett, szegény lábam nem bír tovább tégedet. Mi a muszáj, ha felül a lovára, fényes sarját köti az oldalára. Köszönjük szépen! Megemlékezésünk ennek a részének a végén a szózatot énekeljük el együtt. Hazánk nagy erő!